Ha elérkezik a nyár, a diákság a pihenés mellett szívesen vállal némi térítés fejében munkát, mert hát mindig jól jön, ha van némi zseppénz a táborozásra, fesztiválozásra, vagy épp az iskola kezdés költségeire. A diák munka lehetőségének meghirdetése után tavaly is szép számmal jelentkeztek a polgármesteri hivatalban. A tavalyi évben is eléggé nagy volt az érdeklődés. Július hónapban 12 fő vett részt a nyári diákmunkába, augusztusban 13 fő. Az idei évben még nagyobb az eddigi érdeklődés, már júliusra 18 fő jelentkezett, és augusztusra is még, már vannak jelentkezők, de még nyitva áll a lehetőség. 15 fővel számoltunk augusztus hónapban, tehát abban a hónapban is mindenképp részt veszünk a programban. Egyébként ezek a diákok 16 és 25 év közötti hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok jelentkezhetnek, és a Marketing Kft., a Bátkom Kft., a könyvtár és a hivatal fog feladatokat adni nekik. Itt végzik majd napi szinten 4 órában a munkát. Az idei évtől annyi változás van a nyári diákmunka programban, hogy már nem csak önkormányzatok vehetik ezt igénybe, hanem gazdasági társaságok is jelentkezhetnek akár. Hát programok szervezésében vesznek részt. Egyébként a könyvtárban ilyen kézműves foglalkozások is zajlanak, ott segítkeznek. A katolikus egyház táborosztatásában is szintén ilyen különböző programok szervezésénél működnek közre. A Bátkomon keresztül takarítási feladatokat végeznek, és itt nálunk a hivatalban pedig adminisztratív feladatokat látnak el. A munkáért a minimálbér 50%-át, azaz 74.500 forintot fizetnek a munkáltatók. A jelentkezőknek minden esetben igazolniuk kell hallgatói jogviszonyukat.